Jelentés után folytassuk a feladatot. A táblázat első sorának első és harmadik cellájába toll-PNG cellát szúrja, tehát egyértelmű volt, hogy ide be kell tennünk a toll-PNG-t. Egyébként látszik, hogy a cella alapértelmezett tulajdonságait, ha nem változtatjuk meg, akkor a cellában függőlegesen középre kerül a szöveg, viszintesen pedig balra igazítva. No, azt mondja, hogy beszúrás, képbeszúrás a fiber, egyébként menüként itt van, és tallózzuk be a toll PNG-t, beszúrás, helyettesítő szövegről nem volt szó, oké, okay. És ide pedig szintén, akkor most használjuk ezt, képbeszúrás, toll PNG, beszúrás, helyettesítő szövegről nem volt szó, oké. Okay. Na most, hogyha kijelölöm a toll PNG-t és megnézem a HTML kódját, akkor rögtön kijelölve látom itt a szövegben is, hogy hogyan szúródott be. És látszik, hogy a beszúrás relatív útvonallal történt, tehát ugyanabban a könyvtárban van a toll PNG, mint a bíró HTML. Itt mindenféleképpen relatív útvonalat kell megadni, kivéve akkor, hogyha egy másik weboldal képét akarjuk állandóan itt látni, mert akkor meg lehet adni protokoll hivatkozást is, tehát át weboldalakon keresztül átnyúlót. Ctrl S, el van mentve a képek beszúrása.